harmadik kicsi feladatlap, kis buklit a halott szöveg értésével foglalkozott. 30 percet kaptak rá a diákok. Úgy gondoljuk, hogy elegendő volt, ugyanis kétszer hallgathatják meg mind a három kicsi listeninget. Először a teljes szöveget egyben, utána rövidebb szakaszokra bontva, kis csendes időszakokat hagyva arra, hogy a diákok átgondolhassák, önmagukat kijavíthassák, és a jó feladat megoldásokat leírhassák. Az első feladat kezdése előtt a szokásos, nagyon-nagyon brit angol, igazi Royal English Before a Coffee akcentust hallhattuk, így kezdődik minden érettségi, és egy kicsi zenével, amit különösen szeretünk, és stresszoldó, és gondoljuk, hogy a diákokat is egy kicsit relaxálja. Nagyon-nagyon jó kis feladatok következtek, lassan, nagyon szépen az első listening brit akcentussal. Egy babáról szólt, aki nyomogatta a touchscreen-t, és ezzel vásárolt egy kocsit 15 hónaposan, amit végül is az édesapja megvett neki. Reméljük, hogy értékelték a gyerekek magát, a sztorit is az mellett, hogy rá kellett koncentrálni a megoldásokra. Egyszerű, rövid válaszokat vártak a kérdésekre, néha csak egy szó volt a válasz, mint a mellékelt fotókon is látható. Néha több szóval is lehetett válaszolni, nem volt megadva, hogy hány szót várnak válaszként. Úgy gondoljuk, hogy diákbarát volt, érthető, szép akcentussal beszélő szöveg. A második feladat a hálaadásról, a Thanksgivingről szólt. Őt külön szerettem, mert amerikai a sztori, és amerikai volt az akcentus is. Ez azért jó, mert a diákok a neten és a filmekben inkább az amerikai akcentussal találkoznak, és külön öröm, hogy ezt figyelembe veszi az érettség is, és nagyon örülünk neki. A hálaadásról állításokat fogalmaztak meg, a hálaadás ünnepéről. Lehetett csak az első mondat igaz, lehetett csak a második, illetve mindkettő, A és B is bekarikázható volt. Egyetlen dolgot nem tehettek a diákok, hogy egyiket sem karikázták. Tehát minden egyes pontnál valamelyik karika ott kellett, hogy legyen, de akár mind a kettő. Egy kicsit gyorsabb volt ez a listening, egy kicsit amerikaiabb, nagyon oda kellett figyelni. Viszont segítette őket, hogyha olyan tanáruk volt, vagy olyan óráik voltak, ahol civilizációt is tanulhattak, mert egy kis olvasottsággal, egy kis háttérműveltséggel, vagy némi civilizációs ismerettel a kérdések felét ki lehetett totózni, illetve ha valaki követi a híreket, hogy mi történik a világban, mert mostanában már azért lehet hallani a hálaadásról itt Magyarországon is. A negyedik és egyben utolsó írásbeli feladat az íráskészséget mérte. Időtartama 60 perc volt. Ez az egyetlen feladatsor, amihez szótár használható. Én mindig arra kérem a diákjaimat, hogy ne használjanak túl sok szótárt hozzá. Ilyenkor már a fejben lévő szókincsel kell dolgozni, és nem új szavakat keresgélni a szótárban. Maximum spellcheckre, helyesírás ellenőrzésre alkalmas a szótár ilyenkor már. Ha a komputeren írnák, akkor alapból ráereszthetnénk egy spellcheck-et, és nem lenne ezzel gond. Reméljük, hogy előbb-utóbb errefelé vesszük az irányt. Egy rövid e-mailt kellett írni a diákoknak arról, hogy órákat szeretnének venni, vezetéssel kapcsolatos órákat. Maximum 80 szóval dolgozhattak, nem igazán tanácsos túllépni plusz-minusz 10%-kal. Az ember sokat ír, akkor sokat hibázik, ha keveset, akkor meg nem elegendő. Be kellett tartani azokat az alapvető szabályokat, hogy tagoljuk a szöveget, és mindenképpen szerencsés, ha linköröket, filöröket, kis kötőszavakat alkalmaznak, illetve egy e-mailnél azért jó, ha van valami elköszönés is, és udvariasság. A második feladat a B rész. Általában egy 120 szavas levelet kér, idén e-mailt kért, és ennek külön örülünk, ám bár az e-mail, ha 120 szó, akkor már gyakran megkapja az ember az életben, hogy too long to read. Úgyhogy előbb-utóbb eljutunk abba az irányba, hogy
egész rövid e-mailek sokasságát, vagy kommentek sokasságát kéri az érettségi, és nem hosszú leveleket, mert már a nagymamák is inkább Skype-on tartják a kapcsolatot, és nem papíralapú levelezésen keresztül. Itt is nagyon fontos volt a tagoltság, a bevezetés, az introduction. Fontos volt, hogy a megadott bullet pointokat, szempontokat bele kellett szőni a szövegbe, mindegyiket bele kellett szőni a szövegbe. Ilyenkor, ha kimarad egy szempont, akkor sajnos azt a tanárnak javítania kell. Fontos volt a regiszter, ez a mennyire udvarias, mennyire találja el a hangnemet a diák, milyen szavakat, milyen szókincset használ, és természetesen nézzük a nyelvhelyességet, nézzük a linköröket, filleröket, illetve fontos egyfajta elköszönés is a levél végén.